László Endre ismét letette a névjegyét, bizonyította, hogy még mindig ő Európa legjobbja. A szolnoki sportoló nevéhez fűződik a nyílt kontinens torna legjobb ideje, 55,7 másodperc. László Endre egyéniben 2 aranyérmet is szerzett. Hál' Istennek az az egy pálya egy picit rosszabbul sikerült, de a maradék 5 pályán, 6 pályás a verseny, azon nagyon jól sikerült teljesítenem, úgyhogy a végén sikerült egy olyan eredményt lőnöm, egy 55,07 másodpercest, amivel sikerült 39 századdal megelőznöm az akkori vezetőt, egyébként a tavalyi bajnokot, és ez az előnyöm ki is tartott egészen a végéig, és bár jöttek még nagyon jó lövők, de hál' Istennek kitartott az előnyöm, és nem sikerült senkinek megelőznie. Nehezítette Endre felkészülését az elhúzódó tél, és az is, hogy 2 héttel a verseny előtt megsérült a csuklója, ráadásul gipszbe is került. Az EB elején ezt még érezte, utána viszont már nem volt hátráltató tényező, mondta. A versenyen egyébként 2 kihívás elé állítják a lövészeket, nem elég pontosan lőni, szükség van a gyorsaságra is. Az győz, aki a leggyorsabban eltalálja a felállított célok mindegyikét. Az úgynevezett Steel Challenge viadalokon változó méretű és különböző távolságra elhelyezett fémcélokra lőnek. Csapatban sem maradt térem nélkül Endre, bár ott be kellett érnie az ezüsttel. Elég fáj az a 800-ad múlott, főleg ha azt nézzük, hogy ez ugye 3 ember idejéből adódik össze, tehát összességében 182,91-et lőtt az első, meg 182,99-et, tehát ott pont beszélgettünk is a csapattagokkal és az ellenfél csapatból, és ott nagyjából számoltunk, és pont ugyanaz 183-at számoltunk mind a ketten, tehát ennyi lett a különbség a végén. Endre most az országos bajnokságra készül, ahol egyértelműen aranyérmekért száll harcba.